anya, tudod, mi ebbe a jó? Mondom, mi kicsim, hogy akiket interjúztatok, még jobban izgulnak, mint én. Hogy vagytok mostanában, mire készültök például? Köszönöm szépen, jól vagyunk. Hát most, hogy a dancingnek sajnos nagyon az elején vége szakadt, így ismét vissza tudtam térni a régi kerékvágásba. Andréjal most tartottunk egy kicsi kis szünetet, ő is kipihente magát, én is, és azt mondta, hogy most marad Magyarországon, éppen ezért lesz arra időnk, hogy azokat a táncokat, amit szerettünk volna a nagy közönségnek megmutatni, megtanítsa nekem. Kérdezte valaki tőlem, hogy van-e kedvencem, mindenki. Hiszen nézed az adásokat? Hát attól függ, mert most így, hogy a gyerekek visszakaptak, azért a hétvégéket megtöltjük programmal és együtt töltött idővel, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon szurkolok egytől egyig. És ha már itt családot említettél, láttuk, hogy Lara azért egészen elképesztő lehetőséget kapott most, és hogy ő lesz az online riporter a Starban. Hogy fogadtátok? Ő már egyébként kicsikora óta készült erre, hogy ő szeretne majd képernyőn lenni? Nagyon érdekes, mert a Lara a három gyerekünk közül az, aki a legkevésbé szeret szerepelni. És amikor jött ez a felkérés, ez a megkeresés, akkor mondtam neki, hogy kicsim, minden lehetőséget, amit hoz az élet, érdemes kipróbálni, mert lehet, hogy kicsit tartasz ettől, hiszen kamera előtt kell beszélni, interjút kell készíteni, de mégis elképzelhető, hogy egy olyan lehetőséget kapsz, amire nem is gondolnád, hogy ez milyen kis ajtókat nyit ki benned, hogy rá fogsz jönni, hogy ezt én szeretem, és ez történt. És olyan édes volt, amikor az első interjúkról hazajött, akkor mondta, hogy anya, tudod, mi ebbe a jó? Mondom, mi kicsim? Azt mondja, hogy akiket interjúztatok, még jobban izgulnak, mint én. Azt mondja, és akkor mondta, hogy anya, együtt izgulunk. Én emlékszem az első VHS kazettának a forgatására. Hát azt sem tudtam, hogy mit kell csinálni egy kamera előtt. És voltam 23-24 éves. Ne felejtsük el, hogy ő 19, most volt 19 éves, tehát nagyon fiatal. És mondtam neki, hogy majd meglátod, hogy napról napra, ahogy rutint szerzel, hiszen a műsorvezetők is egyszer elkezdték, úgyhogy tényleg én nagyon büszke vagyok rá, mert, és arra vagyok büszke, hogy merte elvállalni, merte kipróbálni magát benne, mert ő mérleg, ő állandóan hezitál, és mondtam neki, hogy kicsim, fantasztikus, és tényleg arra vagyok nagyon büszke, hát nyilván arra is, hogy hétről hétre ügyesebb, de hogy megmerte, hogy mertem kipróbálni magát ebben. Jó látni azt, hogy a lányom kivirult ebben az egészben. Szeretne műsorvezető lenni szerinted? Ezt még nem kérdeztem tőle. Azt kell mondjam, hogy ő egy picit alulértékeli magát. Mind külsőleg, mind mindenhogyan, de ez a műsor most egy kicsit magabiztosságot ad neki, úgyhogy szerintem meg fog ő erősödni. Nyilván ez életkori sajátosság is, meg azért ismert emberek gyerekeként helytállni valahol, az mindig minden esetben nehéz. Úgyhogy, de mi támogatjuk maximálisan, és mondtam neki, hogy figyelj, hogyha ebből nem lesz semmi, mert úgy döntesz, hogy nem, akkor is egy jó kaland volt. Mert amikor leülsz egyszer a gyerekeiddel, leülsz egyszer a kisunokáiddal, akkor mondhatod, hogy nem nézzétek, anya ezt is megpróbálta. 19 évesen ráadás. Igen, úgyhogy szerintem az egész életutunk egy klassz lehetőségekkel teli csodálatos út, ahol, hogyha jön a lehetőség, merjünk, és tényleg merjünk beleállni, ne értékeljük alá, vagy ne becsüljük alá magunkat, hanem igenis álljunk bele, szerezzünk tapasztalatokat, és hogyha nincs kedvünk csinálni, ne folytassuk, viszont dicsérjük meg magunkat, hogy megmertük, hogy mertük csinálni, mertünk vele kezdeni valamit, és csak utána mondjuk azt, hogy csináljuk, vagy nem csináljuk.